Születésnap szépkorú paksi lakost köszöntött a Humánpolitikai Bizottság elnöke. Kísérlet a Fiatal Tehetség programot ismerhették meg a paksi diákok. Ezüstérem paksi páros állhatott fel a dobogóra az Ultra Balatonon. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket. Magyarország nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági érdeke a paksi atomerőmű két új blokkjának megépítése, a Rosszatom pedig képes a beruházás végrehajtására, ezt mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az MTI-nek, miután Alekszej Lihacsovval, a Rosszatom vezérigazgatójával tárgyalt Isztambulban. A miniszter közölte, a tárgyaláson a Rosszatom vezetői biztosították Magyarországot arról, hogy technológiai szempontból továbbra is képesek a beruházás végrehajtására. Hozzátette, az Országos Atomenergia Hivatal most vizsgálja azokat az engedélykérelmeket, amelyeket beadtak, és azt követően, hogy ezeket megkapják, az erőmű építési munkálatai a következő fázisba léphetnek. A munkát és a szorgalmat tartja a hosszú élet titkának Varga Pálné. A szépkorú paksi lakost kerek 90. születésnapján köszöntötte Ulbert Sándor. A Humánpolitikai Bizottság elnöke az ünnepeltnek vitt ajándékot is, aminek Gizi néni nagyon örült. Isten éltesse sokáig erőbe, egészségbe. Nagyon vigyázom még, mert különben nem tud tovább ránk vigyázni, hogyha maga nincs, akkor kivigyáz rá. Kedves ismerősét, Varga Pálnét köszöntötte kerek 90. születésnapján az önkormányzat nevében Ulbert Sándor. A Humánpolitikai Bizottság elnöke virágcsokrot és miniszterelnöki köszöntőt is vitt Gizi néninek. A szépkorú paksi lakos nagyon örült az ajándéknak, hiszen régóta ismeri a grémium vezetőjét. Gyerekkorom óta ismerem, hisz Dunakömlődön egymással szembe laktunk. Úgyhogy minden egyes pillanat, persze én nekem mindig egy idős nénének tűnt, mert gyerekként is mindig úgy volt, hogy hoppa, Gizi néni az, és akkor végén, mikor már ilyen serdülő gyerekek voltunk, akkor Gizi mama volt hosszú ideig, de hát mindig közvetlen volt hozzánk, és nagyon jó szívű, mindig megpróbálta a maga módján egy kicsit terelni így a fiatalokat, de hallgattunk is rá végül is. Gizi néni 1932. május 2-án született Endrődön. A világháború után a család Dunakömlődre került, ott kezdtek gazdálkodni a helyi TSZ-ben. Gizi néni később a konzervgyár előkészítő üzemében is dolgozott. Sokat kellett dolgozni. Nehéz volt. Vízbe nehezet csináltunk, nem tudom. Gépekkel foglalkozott. Oda kellett figyelni az embernek, hogy mikor hova osszák. És akkor ennyi, paprikát szeleteltünk, babot hegyeztünk, hol a hegyező, hol mi, úgyhogy megvittük az üvegeket mosodába, vagy éppen a steril kádba, össze-vissza. 1974-től a vendéglátásba került, az áfész alá tartozó dunakömlődi halászcsárdában helyezkedett el. Sokan emlékezhetnek a családra, mert régen a hétvégéken Gizi néni sok lakodalomban is főzött, férje és fia pedig különböző rendezvényeken zenélt. Gizi néni épp a munkát és a szorgalmat tartja a hosszú élet titkának. A munka. És ne legyen fáradt. Amit meg kell csinálni, azt meg kell. És ne hagyja magát. Elhagyni nem szabad. Akármilyen nehéz, meg kell csinálni. Hosszú ideje hagyomány, hogy a városvezetés tagjai születésnapjukon köszöntik a városban élő szépkorúakat. Volt viszont majdnem 2 év, amikor ezek a találkozások elmaradtak a koronavírus miatt. Az ünnepi alkalmakra tavaly július óta van újra lehetőség. Gizi néni egyébként a hétvégén ünnepelte a születésnapját családi körben. Több napos eboltást tartanak Pakson és a külső település részeken. Pakson a Hősök terén május 11-én 9 és 11 óra között dr. Angyal László, a PSE pályánál május 12-én 15 és 17 óra között pedig dr. Király László és dr. Kácsor Alexandra olt. 2022. május 13-án pénteken 14-től 17 óráig Dunakömlődön dr. Angyal László, május 14-én szombaton 9 órától délig Pakson a PSE pályánál dr. Király László és dr. Kácsor Alexandra fogadja a kutyatulajdonosokat. Május 14-én pótoltást tartanak. A veszettség elleni oltás és a csip beültetés 5000 forintba, a kiskönyv pótlása pedig 1000 forintba kerül.
Negyedik osztályos diákok kísérleteztek a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy klubjában a Matthias Corvinus Kollégium Fiatal Tehetség Program nyílt napjának keretében. Május 4-én délután a kollégium ingyenes képzési programjára felvételt nyert általános iskolások egy-egy témakörhöz, mint például a robotikához vagy a kommunikációhoz kapcsolódóan széles körű ismereteket kaptak. A program elősegíti a kibontakozási lehetőségeiket is. Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik nyitottak, érdeklődőek. Felvételit hirdet a Matthias Corvinus Kollégium szekszárdi képzőközpontja, amelynek apropóján a Fiatal Tehetségprogram bemutatkozott Pakson is. Elsősorban a negyedik osztályos kisdiákokat és szüleiket várták szerdán a kulturális központban. Fites diákok a Fiatal Tehetség programba, ők felmenő rendszerben tanulnak nálunk, egészen 8. osztályos korukig tudják folytatni a tanulmányaikat. Különböző témakörökben, úgy mint a robotika, a drónok világa, pénzügyi tudatosság, egészségügyi témakörökben. Szekszárdon a Hunyadi utca 33-as szám alatt várják a diákokat. Az általános iskolások 2 hetente szombatonként találkoznak a foglalkozásokon, amelyeken a tantermi oktatásban nehezen megvalósítható munkaformákban játékosan tanulhatnak. A képzés során feltérképezik egyéni érdeklődési körüket, fejlődési igényeiket és lehetőségeiket. Az általános iskolás diákok körében ad egyfajta plusz tudást olyan szinten, hogy nyilván azáltal, hogy egészen szerteágazó a képzési repertoár, úgy sokkal több mindent tudnak felvenni, úgymond, tehát tájékozottabbak lesznek, magabiztosabbak lesznek, mondjuk egy kommunikációs tréning, workshop alkalmából dinamikusabban tudnak beszélni, jobban tudnak prezentálni. Azok jelentkezhetnek a képzési programra, akik szeptemberben kezdik az általános iskola 5. osztályát. Az mcc.hu oldalon keresztül tudnak hozzánk jelentkezni, és egy szülői ajánlásra van szükségünk. Az alapadatokon felül itt a szülőknek le kell írniuk azt, hogy a gyermekük mi az, amiben erős, mi az, amiben kicsit gyengeséget éreznek, valamint a motivációjukra vagyunk kíváncsiak. Szeptemberben biztosítunk számukra egy szombati napot, egy hétvégi napot, amikor beérkeznek hozzánk a jelentkezők, és pszichológus szakember segítségével kiválasztjuk azt a 25-öt, aki megkezdi velünk októberben a képzéseknek a sorozatát. A szülőknek szóló rövid előadást követően interaktív természettudományos kísérleteket mutatott be a negyedikeseknek Farkas Bence orvostanhallgató, köztük egy teás zacskó kísérletet is. Lényeg az, hogy figyelni kell, hogy egyszerre mindkét oldalát szimmetrikusan gyújtsuk meg, és akkor várunk, hogy történjen valami. Ez lett volna a nagy varázslat. A teás zacskót később a diákok is meggyújthatták biztonsági előírások betartása mellett. A kora estében nyúló program során lávalámpát alkothattak víz, olaj, ételfesték és pezsgő tabletta elegyéből, és speciális szappanbuborékot is fújhattak. Késlelteti a szellemi leépülést, átmozgatja a testet, örömet, társaságot és egyfajta célt ad. Ez a Senior Örömtánc Pakson 4 éve indultak el a kifejezetten nyugdíjasoknak szóló foglalkozások. A koronavírus járvány miatti leállás után ismét lehet járni, táncolni a Csengei Dénes Kulturális Központba. Egy kisebb koreográfia lépéseit sajátították el jókedvűen a Senior Örömtánc Paksi csoportjának tagjai. A mostani foglalkozáson Dél-Olaszország jellegzetes táncát, a Tarantella idősebbekre szabott verzióját is megtanulta a csoport. Dr. Vörös Endréné, ahogy meghallotta, hogy indul Pakson ilyen tánc, azóta minden héten részt vesz a foglalkozáson, és párjával gyakorolja ezt a mozgásformát. Mindketten élvezik a programot, a társaságot és azt, hogy használják az agyukat. A zenét pedig egyenesen imádják. Ha egyszer az ember egy picit is elkalandozik, akkor már biztos, hogy eltéveszti, de mondjuk ez nem gond, mert nagyon jó a társaság, jól érezzük magunkat, jó kedv van, és nem az a lényeg, hogy mindent tökéletesen csináljunk, hanem az, hogy
hogy egyrészt jól is érezzük magunkat, másrészt tényleg figyelünk erre, hogy az agyunkat is mozgassuk. Oda kell figyelni, tehát ugye olvasgattunk róla, hogy bizonyos betegségek megelőzésére is hasznos memória gyakorlat, és az ember ugye nyugdíjas, kikerül a mindennapokból, lelassul az élete, és akkor megvan egy örömforrás a héten, egy program. Ő se tud, német tánctanárnő nevéhez fűződik e műfaj kialakítása, aki anyósa kérésére készítette az első programot. A rövid koreográfiák memorizálása, a fizikai gyakorlatok elvégzése segíti a demencia, az Alzheimer-kor megelőzését, mondja Sárközi Lúcia oktató. A lényege is az egésznek az, azért agytorna, minden órán tanulunk újat. Tehát itt nem az a lényeg, hogy megtanuljunk egy táncot, és akkor, ha otthon felébresztenek, akkor ezt már tudjuk, hanem a lényeg az, hogy mindig újat tanuljunk, mert akkor azzal tudjuk az agyat edzeni. Minden órán van természetesen olyan tánc, amit már jobban tudunk, és mindig van új, hogy tehát ez az agytorna része is azért meglegyen. Minden héten szerdán 2:30-tól indul a Senior Örömtánc a Csengei Dénes Kulturális Központban, amire várják az idősebb korosztály tagjait. Tánctudás vagy éppen partner nem feltétele a foglalkozáson való részvételnek. Paksi ezüstérem az Ultra Balatonon másodikként ért célba Prantner Gábor, a paksi rendőrkapitányság munkatársa, barátjával, a szintén paksi Sáfrány Gáborral a tókerülő megmérettetésen. A paksi sprint formációnak mindössze 17 óra 20 perc 7 másodpercre volt szüksége, hogy váltva körbefussa a Balatont. Szuperek vagytok, szép volt, gratulálunk! Taps fogadja Prantner Gábort és Sáfrány Gábort a célban. A Paksi Sprint nevű formáció második helyezést ért el a két fős csapatok kategóriájában az Ultra Balaton futóversenyen. A csapat váltva egymást 17 óra 20 perc 7 másodperc alatt teljesítette a 210 kilométeres távot. Leültünk mi a verseny előtt beszélni a Gáborra, hogy mégis mi legyen a mi stratégiánk, és az előző éveket visszanézve én tettem neki egy javaslatot, hogy talán vagyunk olyan felkészült állapotban, hogy ezt az átlag 10 kilométeres váltásba és egy ilyen 5 perces kilométer átlagba ezt mi le tudnánk futni. És hát ő rábólintott erre. A stratégia sikeresnek bizonyult, a 2, 3 és 4 fős csapatok versenyében a 275 indulóból az előkelő 14. helyet szerezték meg, emellett a két fős csapatok kategóriájában 41-ből a dobogó második fokára állhattak fel a megmérettetés végén. A befektetett munkát úgy éreztük, hogy most ezt visszakaptuk, és mi sem gondoltuk volna, hogy ez így tud elsülni, de hál' Istennek a futás közben a vége felé már 160 kilométer körül láttuk, hogy akár ezen a második helyen is végezhetünk. A formáció másik tagja, Prantner Gábor már a korábbi években is indult egyéniben és csapatban egyaránt az Ultra Balatonon. Most az idén Gábor megkeresett, hogy lenne kedvem párba lefutni. Ugye nem neveztem konkrétan az Ultra Balatonra egyéniben, mert ugye 3 hét múlva lesz egy másik versenyem, ami ugyancsak Balaton kerülő, az egy kicsit hosszabb lesz. Ez miatt nem neveztem, így volt egy szabad hétvégén, így bevállaltam. Így utólag azt mondom, hogy bőven megérte, úgyhogy szép eredményt értünk el. A következő megmérettetésen ismét a Balatonnál fognak futni a paksi versenyzők, akkor már egyéniben indulnak. Csütörtökön este erőteljes gomoly felhőképződés várható, majd késő estétől megnövekszik a fátyol felhőzet. Zápor előfordulhat, a déli szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 fok körül alakul. Pénteken napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható. Helyenként megvastagszik a felhőzet, a térség nyugati részén zápor is előfordulhat.
A délkeleti, majd az északira forduló szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21-27 fok között alakul, a tartósan felhős részeken lesz a hidegebb. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!